egy kis multidézés következik futszál módra. Az időpont 1996-97, az a kor, amikor még a futszát is más labdával játszották. Újvári Gábor kollégám következik, illetve az az anyag, amellyel visszavisz minket a futszál hőskorába. Futszál annó. Az 1996-97-es szezonban a TV3 Aloha Sport című műsorában került először rendszeresen képernyőre a teremfutball, amit akkor még nem is futszálnak hívtak. A 10 csapatos bajnokságban már akkor szerepeltek olyan klubok, amelyek manapság is meghatározóak, mint például az Aramis vagy a Rubeola. Ezt az időszakot egy kicsit körüllengte a régi idők focia érzés. Krasznai Attila, az Argentum FC játékosa vagyok. Még Ferenc vagyok, amit TKC csapatában. Osztóci Péter, Berek Rolatek, Kvázom Iskolc. Andor Kuzsolt, Sportinfo. Többet kell futni, mint az ellenfél. Még mi tanuljuk ezt a játékot. Nagyobban kiegészíti a nagypályás játékot gondolkodásban, technikában, gyorsaságban, ritmusváltásban, dinamikában. Budapesten már régebben, sokan régebben játszak ezt a játékot, és rutinból azt hiszem, sokkal többet tudnak ebből a játékból. Minden magasabb szinten kell eredményeket elérni, és akkor lesznek emberek, akik felfigyelnek rá, és ezáltal lesz majd, gondolom, jó reklámhordozó ez a sport. Ez a jövő évezred sportja, gyors, dinamikus, gólgazdag, pergő játék, a közönségnek erre van szüksége. A csapatok tehát már megvoltak, így hát pattoghatott a labda. Apropó, az akkoriban még tényleg pattogott. A sportág művelőinek már 10 éve is arról kellett vallaniuk, hogy mi a szép és mi a jó ebben a játékban. Sűrűbbek az események, jobban pörög az egész. A labdakezelést igényel ez a játék, ami az alapja a labdarúgásnak. Tehát technikailag képzetnek kell lenni mindenképpen, aki a Lőrinci sportcsarnokban játszani szeretné, és gyorsnak. Le van szűkítve a tér, kevesebb a játékosoknak az ideje gondolkodni, megjátszani a labdát, és ugyanolyan gyorsan kell irányt változtatni. Hátulról nem lehet szerelni, a sérülések elkerülése vége, és a test-test elleni játék is korlátozva van. Talán több a gólszerzési lehetőség, többször jön ember oda a kapu elé, és végülis ez a játéknak a lényege szerintem. Felbukkantak már a régi kockákon ismerős arcok, köztük például két olyan sportemberé is, akik az idei futszál döntőn is szerepet játszottak, így Víg Ferenc, vagy éppen Sós Ferenc. Az utóbbinak akkor még játékos edzőként kellett megélnie a kiesést. A mai mérkőzés még bebizonyodott, hogy tud játszani ez a csapat. Gólokat is tud rúgni. Pifán, gyere mesélj, mondja minden, tőlem ne félj, kedved elrepül, ó, hol jártál, ó, messze száll. Nagyon csalódás, mert nagyon kellett volna pont, szóval nagyon nagy. Mi lehet ezek után a cél a bajnokságban?
Hát szeretnénk a legjobb 8-ba, ami azt jelenteni, hogy a 97-98-as bajnokságban az NB1-be szerepeljen a csapat. Ami az egyik oldalon bánat, az a másikon öröm. Nem véletlen, hogy az akkori bajnok esélyes Külker FC támogatója látott jó üzletet a teremfociban. Így éreztem, a legtöbbet hoztam ki magamból, a verseny előtt, hisz én vagyok a bajnok jelölt. Hajrá, én úgy izgulom, győzni fogom, csak hajtsatok, hajtsatok. A nagypályás csapatokhoz képest kisebb összeggel be lehet szállni ebbe a reméljük egyre népszerűbb játékba. Itt van a nagy nap, tele a stadion, mindenki rám nézve félek el, akkor mi kell ahhoz, hogy én legyek a legjobb, hogy legyőzzek mindenkit, akit csak tudok. Az összeszokottság előnyt jelent, a barátság előnyt jelent, az, hogy egymást kisegítjük a pályán, és figyelünk a többiekre. És persze a válogatott. Az akkoriban épülő nemzeti csapat esetében is megvolt a kályha, azaz az aktuális kiindulópont. 1992-ben ugyanis a BS-ben az első nem hivatalos világbajnokságot Magyarország nyerte. Akkoriban még más szabályokkal játszották a Budapest sportcsarnokban. A magyar nagypályás labdarúgó válogatott keret tagjai vettek részt, a Szejber Gyuri, Katona Gyuri, egy pár nevet említsen. Később aztán kialakult a magyar kispályás csapatok bajnoksága, elsősorban Budapesten. A hangsúlyt a bajnokságra fektetjük, hogy kitermeljük azokat a játékosokat, akik hosszabb távon megoldást jelentetnek a válogatott számára. Közvetlenül ilyen vonal mögött helyezkedünk el, aztán majd meglátjuk, hogy az új csapat az milyen eredményeket tud elérni. Azt, hogy miben vagyunk jók, hát általában magyaros technika az itt is dominál. A külföldiek a kispályás lehetőséget nem nagyon építik be a játékukba. Mi magyarok kombinatívabbak vagyunk, tehát technikailag talán fölveszük elég a versenyt, hát erőnlétileg még gyorsaságban még nem. Az improvizatív játék az erősségünk, tehát egyéni képességeket tekintve jók vagyunk. Most változtak a szabályok, és az igazság, hogy nem nagyon követtük őket. Gyorsan alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy megtartsuk azt a szerintem elég jó pozíciót, amit a teremlabdarúgásban kialapítottunk. Ezt a pozíciót továbbra is tartjuk, hiszen a hivatalos világranglistán a 13. helyen állunk. Kérdés persze, hogy 10 év múlva egy visszatekintés alkalmával miként viszonyulunk ehhez a mondatomhoz. Maradunk a teremben, de sportágat váltunk. Futball, pontosabban futszál következik. A tavalyi magyar bajnok és kupagyőztes futszál csapat, a Gödöllő, elkezdte a felkészülést az új idényre. Arra az új idényre, amely sokkal, de sokkal nehezebbnek ígérkezik, mint a tavalyi volt, hiszen a Gödöllőnek a nemzetközi porondon a futszálbajnokok ligájában is bizonyítania kell, hogy mennyit is ér a hazai aranyéren. A kihívás nagy, így a felkészülés is némiképp kíméletlen. Kis János vezetőedző egy erőnléti trénerrel egyetemben készíti fel fiait és egyben csapatát a nemzetközi, illetve a hazai megmérettetésekre. 2006-ban emlékezetes nagy csatában az 5. mérkőzésen dőlt el, hogy kié lehet a magyar futsal bajnokság aranyérme. Egészen feszes sorozatban váratlan eredményeket produkált a két csapat, a Gödöllői Bikák és a Color Spectrum Aramis. Június 1-én későn este aztán kiderült, hogy a Pest megyei csapat tagjai örülhetnek a bajnoki címnek, ami ebben az évben már a második elsőségük. Tavasszal ugyanis Szentesen a Magyar Kupa döntőjében is ez a két együttes találkozott, és emlékezetes derbin akkor is a Gödöllő győzött. De elég volt a múlt felett merengeni, mert a jelen, vagyis inkább a jövő kőkemény, hatalmas feladatokkal várja Kis János csapatát. Elég csak arra gondolni, hogy júliusban sorsoltak az UEFA futszál kupában. Ez a torna a nagypályás bajnokok ligája sorozat 4+1-es terembeli megfelelője, hozzátartozó megfelelő nimbusszal és persze a sikerért járó nem elhanyagolható mennyiségű pénzzel.
Itt indul a Gödöllő, a Shakhtar Donetsk és a Lett Rabar Riga, meg még egy egyelőre ismeretlen csapat társaságában egy selejtező sorozatban kis segítséggel hazai pályán. Úgyhogy éppen itt az ideje ébresztőt fújni, egy szikrázó hétköznapi reggel, korai időpont 8 óra. Hiába a profizmust nem hagy lustálkodni senkit. Tisztán láthatóan győzött a kötelességtudat. A munka kezdete a játékosok számára a cseppet sem üdülést jelentő zöldövezetben kezdődik futással, és ez nem az alapozás első hete, de a legkönyörtelenebbike. Az alapozás az elsősorban most még ebben a pillanatban, ugye az atlétikai munkánál tart. A konditermi munkával most már végeztünk, jön az úszoda, az mindig a levezetős, a szaunával. Amíg a srácok a kanyarokban bedőlve futják a 400 métereket, lehetőség nyílik a csapat erősítéséről, esetleges gyengülésről beszélgetni a technikai vezetővel. Nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Mi nagyon szerettük volna a tavalyi év kapusát, Balázs Zoltánt leigazolni, a Szabó Zoltánt leigazolni. Az utolsó pillanatban ők Székelyudvarhelyre kiigazoltak. Megpróbáltuk a nagy reménységet, Sivák Pétert leigazolni. Őt sikerült, válogatott kerettag, fiatal. Egy-két reményteljes fiatalt is bepróbálunk építeni a játékos keretbe. Szabó Jánost, Sándor László. Ők nem annyira ismertek még a futszál berkekbe. Simonyi Gábor az, aki eltávozóban van, még konkrétan nem nyilatkozott, de egész nyáron nem velünk készült, úgyhogy egyelőre nem tudjuk vele, mi a helyzet. Az előjárók akkor dolgoznak a legkeményebben, amikor a sportolók nincsenek a pályán. A csapatból kupagyőztest és magyar bajnokot faragó tréner Kis János maga is részt vesz az alapozás megpróbáltatásaiban, amelyek aztán a későbbiekben fokozódnak, főként a már korábban említett UEFA torna miatt. Ilyenkor az ember várva várja a dolgokat. Hát én mondjuk még BL-selező nem hivatalos bekken már voltam, kint és csináltam. Nagyon érdekes volt 4-5-6 ezer néző előtt. Remélem itthon ugyanolyan néhány ezer néző előtt sikerül ezt. Hát megmondom őszintén, ha így edzünk és így megyünk hozzá, csak azt kell kitalálnom, hogy mikor álljunk meg a pihenéssel, hogy rá tudjunk készülni. Próbálunk úgy intenzíven edzeni, és utána úgy rápihenni, taktikailag is megpróbálom. Én bennem rakom össze a dolgokat, én remélem sikerül a bekre a csúcsformába kerülni. Nagyon fontos lenne, hogy jól szerepeljünk persze. Akit akartunk, az elment a román idegen légióba, mind a ketten. Még akartunk két embert. Hogy miért és hogyan nem, ők tudják. De szerencsére egy fiatal, nagyon jó játékos, akit úgymond az Aramis elég jól már kitanított, azt sikerült megszereznünk. Talán azért átjött, mert úgy érző, hogy heti több edzéssel több sansza van, hogy futszál lesz. Hát még szeretnénk legalább két labdarúgót leigazolni. Mi lenne a hangulat a csapatban? Szerintem most végre, nem végre. Én bárki bármint mondták, hogy másik csapat meg ilyen. Nagyon jó a csapatszellem szerintem. Rengeteg röhögés, rengeteg vidámság van. Szerintem néhány probléma volt a bajnokság végén, de az talán a bajnokságnak a köszönhető is, ugye eléggé kiélezett volt a vége, és más olyan kis gondok voltak, amit most teljesen eltűntek, és azt mondom, hogy nagyon jól lehet előre nézni. Sérülése miatt hiányzott a döntőről a bajnokság legjobb játékosának megválasztott Gyurcsányi Zsolt, aki azért az idő múltával ismét hadrafogható lett. A csatár szerint is az év legfontosabb klub feladata lesz a nemzetközi torna. Szenvedéssel néztem végig az egész mérkőzéseket. Most hál' Istennek semmi problémám nincs, jó sikerült a felkészülés. Még van egy 2-3 erőléti edzés, és utána már vége van. És utána labdás edzések lesznek, és remélem, hogy a bajnokságra jó erőben lesz a csapat. Milyenek a kilátások egy ilyen alapozás után a Bajnokok Ligája sorozatra, mert mindenki arról beszél, azt tűnik a legfontosabb feladatnak. Hát én bizakodom, hogy erőben ott leszünk, akkor nem lesz probléma szerintem a játékkal. Most igazoltunk egy fiatal játékos, Sivák Pétert. Én úgy érzem, abból azért erősödött a csapat, de mondom, hogy mindenkit lesz az edzésen, akkor nem lesz itt probléma. Tóth Szabolcs ott volt a fináléban, és itt van most is, amikor a szürke és cseppet sem kényelmes, de áldozatos hétköznapokon kell megalapozni a jövőt. Én még nem nagyon kaptam bele, én még csak egy hete edzem, mert nyáron egy kicsit a térdem rakoncátlankodott, és az orvosok nem engedték, úgyhogy még csak egy hete futok. És kívülállóként akkor hogy tetszik a többiek szenvedése? Úgy tetszik, elég keményen szenvednek, az biztos. Kezdődik a bajnokság, de szerintem az eleje nem olyan fontos, nekünk inkább most a BL-re kell készülni. A bajnokságban elég az első négyben lenni, és akkor a rájátszása fontos. És a BL-ben az esélyek? Hát úgy érzem, hogy második helyen mindenképpen tovább tudunk jutni. Tóthék élhetnénk Örkény István remek művével, amennyiben dobozt kellene hajtogatni.
de mivel a futszálos ellenfelek érrevágásáról értekezünk, a gödöllői tótékkal foglalkozunk. A mezőnyjátékos már ismertette tervét a jövővel, jöjjön Gyula, aki a válogatott kapusa. Ugye a sorsolás után mindenki azt mondta, hogy végre van remény, szövetségi kapitányunkat idézem. Én szerintem velünk együtt mindenki reálisan nézi a dolgokat. Shakhtar Donetsk egy erős csapat a csoportunkban, de úgy érzem, hogy ővelük tudunk játszani a kiki meccset, és szerintem két csapat tovább jutott ebből a csoportból. Akkor az már elégedettséggel töltene? Hát egy minimális elégedettsége biztos. Elégedettség az a másik csoport körülbelül tovább jutásán. Ez mit jelent számotokra ez a Bajnokok Ligája sorozat? Ez belépés végre egy olyan terembe, ahol látnak titeket? Szerintem ez mind a gödöllői sportnak, ugye ami elindult 4 éve Gödöllőn, annak egy nagyon nagy eredménye. És szerintem erre a sportra ráférem el egy igazi nagy siker. Ugye a csőmontás ére után szerintem ideje lenne, hogy Gödöllő is belépjen ezek közé. Kimondva is rettenetes mennyiségű a heti 10 edzés, amivel a Bika csapat készül az új idényre. Lehet, hogy nem gondolt ilyen embert próbáló alapozása az új játékos Sivák Péter, aki ezért látott már egymást a Color Spectrum Aramis játékosaként. Azért váltottam őszintét megmondva, mert úgy érzem, hogy több edzéssel többet tudok fejlődni, és itt úgy érzem, hogy megvannak rá a lehetőségek. Új, a futszál rajongók számára ismeretlen játékost is találhatunk a gödöllői csapat keretében. Egy kedves ismerősöm lévén kerültem ide, lejöttem egy-két edzésre, aztán úgy néz ki, hogy sikerült itt ragadnom. Hát megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ilyen hangulat. Lejöttem egy bajnokcsapathoz, azt hittem, hogy mindenki majd lekezel engem, hogy most kezdtem el a játékot, meg majd lenéznek. Nem, nagyon jól állnak hozzám a srácok, és tényleg szeretek nagyon ide járni. Láthatták, így készül a futszál magyar bajnok az új szezonra. Hallhatták, miként gondolkodnak a klub tagjai a rájuk váró napokról, hónapokról. Nem kis feladatok egy olyan csapat számára, amelynek tagjai tisztában vannak azzal, hogy a dolgos hétköznapok alapozzák meg a mérkőzések sikerét. A kereskedelmi szünet előtt is két jó értelembe vett öreg fiút láthattak, most 12 jön. Nem a piszkos, hanem a futszálos. Márkus Ákos a csőmontás játékosa és menedzserrel gondolt egy merészet, és múlt héten összetrombitálta egy jó kis meccsre a Városligetbe a csőmontás és az Aramis játékosait. A maiakat, meg a régieket. Egy fergetegesen jó buli lett be. Ez a két klub az, aki én azt gondolom, hogy elég szisztematikusan foglalkozik az utánpótlással, és innen jött az ötlet, hogy van itt egy lehetőség, a VB Park, itt lehet népszerűsíteni a futszált, felkértek minket erre, hogy ezt tegyük meg, mi nagyon szívesen ennek eleget teszünk, még akkor is, hogyha ez sokszor mindenféle áldozatba kerül, akár a családtól kell elvenni időt, akár anyagi, és a többi, és a többi. Úgyhogy Ragával megbeszéltük, Ragadics Ferenc ugye az MLS-ben a kispályás bizottságnak az alelnöke, és összedugtuk mindenünket, amink van, jó képletesen érte persze, és akkor ebből kiforrott magát az, hogy csináltunk egy U19-es tornát, csináltunk belőle most egy ilyen Aramis Cső 2-ös rangadót, és pénteken pedig csinálunk még egy U13-as kupát. Könyörögni kellett a srácoknak, hogy jöjjenek, vagy jöttek első szóra? Nagyon örült mindenki. Azt gondolom, hogy az első csapatok persze természetesen örülnek ennek, hiszen van egy jó mozgási lehetőség, de hogyha az Old Boys-ra gondolunk, akkor első szóra mindenki. Végre örülhet, találkozhat a srácokkal, akikkel nem találkozott fél éve, éve, két éve, amióta abba hagyta ezt a sportágat. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a szíve csücske ez a sportág, akkor is, ha éppen szerepet vállal benne, akkor is egy kicsit eltávolodott tőle. Első Nem elég, hogy 3-0-ra vezet a cső, zicsert hibáztatok, nem is egyet, büntetőt hibáztatok. Mi a probléma? Mentális felkészülés hiánya? Nagyon idényelei a forma, ez tény. Semmi különös nincsen, ez egy ilyen is barátok közti játék egyelőre. Még két hetünk van a felkészülésig, úgyhogy most egy kicsit csak így focizgatunk, de azért megpróbálunk majd egy kicsit följebb jönni eredményügyileg is. Milyen műfőn a futszál? Hát a srácok eléggé panaszkodnak, én meg szerencsére nem próbáltam, de ahogy látom rajtuk, olyan besüppedős, meg a labda lassabb, úgyhogy biztos nem kellemes. Ezért nem játszok, mert a műtött lábam egy kicsit rakoncátlankodik, és ezért hagyom ki ezt a mai barátságos mérkőzést.
Azért jöttünk, hogy a közönséget kiszolgáljuk, ha itt szolgáljuk, hogy gólt kell kapni, akkor gólt kapunk. Hát ez van. Ahogy látom, a srácokat egyre gyakrabban jönnek cserére, de nem álltunk meg, tehát folyamatosan dolgozunk, hál' Istennek, és azért jó, mert a játékosok kérték, tehát ők jönnek szívesen edzésre, és ez nálunk ez nagy dolog. Mennyire furcsa, vagy sem az, hogy Műfűvön futszáloztok? Ahogy nézem, sok embert zavar a dolog, sokkal lassabb a játék, mármint lassabb a labda, és itt a gyorsabb játékhoz vannak hozzászokva játékosok, néha át is esnek. Mert ez is mind minden más, szokni kell. Ha gyakrabban játszanak, nem hiszem, hogy gond lenne. Úgy néz ki, hogy nincs is szünet nektek, ott folytatjátok a labdahajtátok. Hát igazából igen, nyáron bár szünet lenne, de mi ugyanúgy edzünk, heti egyszer mozgunk, focizunk egyet hetente egyszer, de semmi komoly, tehát tényleg csak a játék van. Hogy esett a mozgás most itt, mert nem volt annyira hűvös? Hát igazából én most egy hónap után először jöttem labdába igazából, tehát még kicsit döcögősen, de mindenképpen már labdaésségem volt, úgyhogy jól esett. Hogy esett a Műfű? Borzasztó volt a talaj, tehát mint a tépőzára játszottam volna, és gyakran nem úgy ment a labda, hogy szerettem volna, tehát nehéz volt irányítani. A bronzérem után mi a célkitűzés a következő bajnokságban? Mindenképpen szeretnénk bajnoki döntőt játszani. Tehát rájátszásba bejutni, és ott túlélni legalább egy fordulót, és döntőt játszani. Nyilván ha döntőben ott vagyunk, az ott már szeretnénk azt megnyerni. Én abszolút azt várom, hogy nagyon sok fineszes jó megoldás lesz a régi dolgokból, azért pocak ide, pocak oda, azért ezek a dolgok nem múlnak el, ez olyan, mint a biciklizés, ezeket nem fogják elfejteni, ezeket elő is fogják venni, úgyhogy én azt várom, hogy egy jó mérkőzés lesz, amin jól fog szórakozni egyaránt néző és játékos is. Úgyhogy akasznák a hóért? Hát újra be kell állnom az Aramis kapujába. Teljesen érzem a helyzetet. Igaz, kicsit lazán vagyok még, de fölkerül rám a kapusmez, és a régi játékos társaimmal egy kicsit elfocizgatunk. Kellett könyörögni neked, nektek, hogy gyertek le újra futszálozni, vagy jöttetek elsőre? Elsőre. Kiejtettem a számon, hogy kéne egyes sportolni, mikor, hol, miért megyünk. Mi a legszebb emléked neked játékos pályafutásokból? Vagy annyi van, hogy egyet nem tudsz kiválasztani? Hát, hál' Isten gondolkodnom kell, mert elég sok van. Rengeteg olyan élményem volt. Hát az Aramisszal is, és a leglényeges, hogy az Aramis színeiből a válogatottban tudtam szerepelni. Hát úgy érzem, ez a legnagyobb élmény. Tehát az, hogy bajnokságot nyertünk, természetesen az is ott van a toppon, de az, hogy a nemzeti színekbe pályára tudtam lépni több országba is, hát az mindenek felett. Tehát bárhova hívtak, bármit megemlítettek, hogy foci van, akkor hello, itt vagyok, szevasz, Kéno, Juci, Minusz, bárkit mondhatnék, Zajgabi, bárki, és mentünk és csináltuk. Gondoltad volna akkor, amikor ti még aktívan üsztétek ezt a sportágat, hogy valaha idáig fejlődik a futszám? Reménykedtünk benne, nem igazán bíztunk benne, de csináltuk a dolgunkat, és szerettük csinálni, és nagyon örülök, hogy idáig fejlődött. Akkor még nem igazán gondoltuk, megmondom őszintén. Régi szép emlékek vannak még? Rengeteg. Rengeteg külön album, külön képek. Minden megmaradt, ami rég történt. NB3-ba futballoztam itt Pesten, és volt egy jó baráti társaság, aki elindult ezen az első, úgymond Budapest bajnokságban. És akkor szóltak, hogy próbáljuk meg. Megpróbáltuk, és ott ragadtam. Így kezdődött az egész. Igaz a hír, hogy te voltál az első 50-szeres magyar futszál válogatott? Ha minden igaz, akkor igen. Azért ez nagyon? Igen. Nagy dolognak tartom. Rajtam is múlott, hogy nem lettem több, de egyéb körülményeken is múlott, hogy nem lettem több, mint azt hiszem pontosan 56 válogatottságnál álltam meg. Akkor, amikor ti futszáloztatok, gondoltatok arra, hogy ez a sportág ennyit és ilyen mértékben fejlődik? Igazából soha nem gondoltunk arra, hogy ez ide fog jutni, ahol most is tart jelen pillanatban. Mi annak idején még a válogatottal is nagyon sokszor úgy mentünk el, hogy a saját időnket, a saját pénzünket áldoztuk erre. Tehát nem voltak ilyen keretek, amik mostanában ugye a jelen pillanatban is a válogatottnál megadatik.
Persze eredményeket is hoznak már, tehát ez úgy érzem magával együtt hozza az eredményeket is, hogy megvannak a feltételek. Teljesen mindegy, hogy milyen szinten futballoznak a fiatalok, NB-s szinten, az NB-s játékosoknak is nagyon lehet ajánlani ezt a játékot, mert labdabiztonsága megtanítja az embereket. Tehát sokkal, sokkal biztonságosabban, sokkal jobban tudják kezelni a labdát, amit nagypályán ugyanúgy tudnak hasznosítani, mint kispályán. Minden szinten, ahol pattan a labda, ott vagyunk. Tehát öreg fiú bajnokságban, nagypályán, Ausztriában játszom még, tehát még teljesen aktívan játszom. Mindenkivel, akivel találkozunk, még az ellenfelekkel is örömérzés, hogy együtt vagyunk. Ez egy nagy család, tehát jó látni a fiatalokat is, de az öregekkel még jobb találkozni. Úgy tűnik, hogy semmit nem felejtettél ebben a sportágban. Égvilágon minden. Jön egy kor 33 után, és akkor az ember olyan, mintha átalakul. Hát szólt az Ákos első szóra, hát erre a játékra mindenki jön, tehát ezt úgy élvezi még mindig mindenki, hogy az nem igaz. Meg a fiúkkal is legalább találkozunk, úgyhogy megnézzünk utána egy jó meccset. Közben hallgatom a Vitrai Tamást, úgyhogy ez mindennél többet él. Most is még egy-két sört szerintem megiszunk, és egy-két régi emlék még jön. Mert azért volt egy-két szép emlék így együtt a többiekkel. Hogy kerültél ide ebbe a közeg? Hát nagyon sokáig ugye a nagypálya, az ment a futszál mellett is folyamatosan, és aztán ugye alakultak még akkoriban 92 környékén, még ha emlékeztek, a Körcsarnokban voltak a bajnokságok, még régi Lőrinc étterem, Várfok, és akkor abba az ember belecsöppen, és akkor azt benne maradtam, és hát élvezem. És a mai napunk is az a véleményem, hogy a magyar futszál játékosok szerintem zseniálisan jók. Tehát az Európában benne vannak az első 6-7 válogatottban biztosan. Jártam a meccsekre természetes, Budafok, Gödöllő, minden meccsen, ahova tudtam, engedte a öreg fiúk bajnokságba, játszom hétfőnként. Ha itthon voltunk, akkor kimentem, és jók, de még azért van még mit fejlődniük, én úgy érzem. Tehát gyorsak, ügyesek, de azért nem tudom, az öregek azért mások voltak, tehát ott belőlünk jött, itt meg tanulják a játékot. Ennek ellenére vagy tán éppen ezért te ti bíztok benne, hogy van ennek a sportágnak jövője ebben a kis országban? Van jövője, ezt elég komolyan mondom, tehát mint szponzorokkal is beszélgettem, egyre többen jönnek, nagyobb szponzorok is, meg úgy érzem, hogy ez nagyon fejlődőképes sportág. A mi időnkben nem volt ennyire, de most nagyon elkapta a fonalat. Úgy, mint tévének köszönhetően van jövője, én úgy érzem. Ahhoz képest, hogy kiestetek, ahhoz képest igen vidám a társaság. Nem tudom, mit szól ez majd a vezetőség. Hát persze, vidám a társaság, hát aranyos fiúk vagyunk, jövünk kedszerésből futballozni, de ez azért nem a mi játékunk. Hát ezt tudomásul kell venni. Hát de barátok miért vagyunk. Miért nem a mi játékunk? Hát mert a futszalt nem homokon játszák azért. Sokan azt mondják, hogy a mentális felkészülése voltak a problémák, nevezetesen, hogy az éjszaka kicsit hosszúra sikerül. Nem. Éjféltől más ember lettem, úgyhogy nem hinném, hogy a siófoki éjszakán múlott volna ez a dolog. Azt mondják, hogy nem ittál. Ez igaz? Mondtam, hogy éjféltől más ember lettem. Most már csak bizonyítani lesz nehéz. Megpróbálom. Jaj, kösz. Folytatásban ugyanígy mentek, tehát az egészet Dilinek fogjátok fel, és nem az a cél, hogy megnyerjétek? Igen, most szeretnénk megszerezni az 5. helyet, mert az olimpiai kvóta. És akkor esetleg, hogyha olimpiai sportág lesz, akkor beszélünk a Zsolttal, hogy indulnánk-e. 5. hely az azért jó lenne szerintem.